A hétvége során közel mínusz 10 fokot mérhettek a hőmérők, csúsztak az utak, járdák, ezért többen voltak azok, akik töréssel vagy kisebb zúzódásokkal kerültek a Tolna megyei Balassa János Kórház baleseti osztályára, mondja Németh Csaba, intézményvezető. A baleseti ellátásban ugye ki a sürgős ellátásnak a másik jelentős szegmensét szokta adni, ott a vasárnapi napon azért már a csúszós utaknak az eredménye az látszódott. Tehát nagy beteg számban ott se volt jelentős emelkedés, viszont a betegek között több volt a különböző végtagtöréssel jelentkező eset. Az előrejelzések szerint a hét második felében megszűnnek a mínuszok, és a hirtelen jött hideget felváltja egy enyhébb időjárás, akár plusz 10-12 Celsius fok is várható. A jelentős hőingadozás azonban megterhelő lehet szervezetünknek. Azt gondolom, hogy ezek a nagyon jelentős hőingadozások, tehát ez a 15 esetleg időnként 18 fokos hőingadozások, ezek azért úgy megterhelők a szervezetre, tehát különösen a frontérzékenyek érezhetik, hogy ilyenkor nem olyan az erőnlét, nem olyan a közérzet, különböző panaszok jelentkezhetnek. Akik érzékenyek a frontokra, már azok megjelenése előtt is különböző tüneteket tapasztalhatnak, hiszen ilyenkor nő a páratartalom, csökken a légnyomás és melegszik az idő, amire szervezetünk egyből reagál. Emiatt csökkenhet a vérnyomás, ami szédüléshez vezethet, illetve migrénes tünetek is tapasztalhatóak.